Főtisztelendő paptestvérek, kedves bírmálkozók, Krisztusban szeretett testvéreim! Gondolom nem tévedek, hogyha a napok közbeszédjének leggyakoribbika, esik az eső, már megint esik, elejében örültek a gazdák különösen, de egyik már azt mondta, most már elég lenne belőle. A világban is ezt lehetne hallani, hiszen nem csak pünkösdre gondol a világ a mai napon, hanem ma van a klímaváltozásnak a napja, és hát erre még a kereszténységen túli emberek is sokan már odafigyelnek, a mi államelnökünk is fölvállalta azt a hivatást, hogy fölrázza az embereknek a lelkiismeretét, figyelmét, hogy ami rajtunk múlik, azt tegyük meg. Különösen nagy gondot fog jelenteni majd az édesvíz, mert valahol sok van belőle néha, valahol meg egyáltalán nincs. Ki gondolná, hogy még a pünköstöz is köze van a víznek? Hallhattuk az evangéliumból, amikor Jézus a vízszentelés alkalmával beszél az élő vízről, és János evangélista azt mondja, hogy ezt a Szentlélekről mondta. Istenről nagyon nehéz szólnunk, mert valójában, jól értsük, Isten abszolút szellem, mint teremtő, mint a világot kormányzó. Maga Jézus is nem talált jobb szót, azt mondta, hogy az Isten olyan, mint az Atya. És nem egyszer fölteszi a kérdést, mihez is hasonlítsuk az Isten országát. És akkor különböző példázatokat mondott Jézus. Hát így vagyunk a Szentlélekkel is, mert nevében hordozza, hogy lélek. Olyan szellemi valóság, ami azonnal nem látható. És azt hiszem, ezt könnyű elfogadnunk ma már, hogy nagyon sok olyan dolog van, ami látható és nem látható. Mert a fizikusok mondják, hogy a világ mindenségnek jóval nagyobb része láthatatlan számunkra. A fizikusok nem azt mondják, hogy csak a Biblia mondja, hogy a láthatókat és a láthatatlanokat teremtette, hiszen vannak a fekete lyukak, olyan energiamezők, amelyek nem láthatók az ember szeme számára, de még a távcsöveknek sem. Hát akkor a Szentlélek láthatatlanságát, de hatásait érezve mihez lehetne hasonlítani? Amikor eljött az 50. napon, akkor érzékletessé tette magát, fújt a szél. Jézus mondta egy alkalommal Nikodémusnak, hogy a szél ott fúj, ahol akar. És a Szentlélek is ilyen, nincs helyhez kötve. És ott voltak a tüzes lángnyelvek, amelyek ismét csak beszédes jelképek, hogy tűzzel töltötte el az addig félénk és gyáva apostolokat. De Jézus hasonlította a vízhez is. Ugyanis a víz nem csak a négy őselem egyike, amit az ókorban már nagyon tiszteltek, hanem vannak olyan tulajdonságai, amelyek rávihetők a Szentlélekre. Hát van egy sejmesebb anyag, mint a víz? Nincsen. Olyan puha a víz. Nem tudunk sejmesebb anyagot kitalálni. Szentlélek meg tud érinteni bennünket. Olyankor is, amikor nem is számítunk rá váratlan pillanatokban. Még az erről jut eszembe gondolatba is benne van. Hogy egyszer csak cikkázik valami az eszünkbe, vagy erről jut eszembe. És azt honnét tudjuk, hogy a Szentlélek, vagy honnét mernénk tagadni, hogy nem a Szentléleknek a műve. De ugyanakkor a víz egy hatalmas erő. Városok elpusztulnak, az óriási
tengeráram folytán nem tudja föltartóztatni az ember a vizet. Hát ilyen a Szentlélek ereje is, hogy olyan embereket, akikről nem is merték volna gondolni, egyszer csak a szó fizikai értelemben is föltöz, vág, mint egy szentpált, s megtéríti. Hatalmas erő. Az Isten ereje meg tud mutatkozni a történelemben is. Láthatatlan erők működnek a történelemben. Idősebbek még emlékeznek rá, hogy azt hittük, hogy sose lesz vége a szovjet uralomnak. Állig fölfegyverkezve voltak. És hogy mondja Izaiás? Mint a vízcsepp a vödrön. Olyan az Istennek egy nagy birodalom. És ezt tudta tenni a Szentlélek ere is, hogy össze tud dönteni birodalmakat. Óriási erő, de az egyház számára is óriási erőként hat. És azt is tudjuk, hogy Jézus azt mondta, hogy vízből és Szentlélekből kell újjászületned, mondta Nikodémusnak, és mi is a keresztségben használjuk a vizet, hogy úgy szülessünk újjá vízből és Szentlélekből. Az újjászületés az éltetés. Ahol nincs víz, ott nincs élet. És ez az újjászületés nem a földi életre történik. Maga Nikodémus is ott tétetlenkedett, hát megöregettem, hát hogyan születhetnék már újjá? És Jézus mondja, a Szentlélek által kell lélekben újjászületned. A Szentírásnak van két szava az életre. Az egyik a biosz, amit mindenki ismer, hiszen van biológia, testi életünk. De ebben az esetben egy más szót használ, a zoé, az az örök élet, ami nem szűnhet meg, ami az Istenből való. Arra az életre születünk újjá, a keresztség által, melyben ott van a Szentlélek, és a bérmálás pedig megerősít ebben az újjászületésben, és megújítja a fáradt lelkeket, és új életcélt ad nekik. És hát, mint mindenütt, a tisztításra is használják a vizet. Testi és egyéb szennyek levetésére. A tisztulás vágya, az minden kultúremberben már ott van. Nem tűri a koszt magán egy idő után. Hát éppen az a legnagyobb átka sokszor a rabságoknak, börtönöknek, hogy valaki nem tud megmosakodni, nem tud megtisztulni. Ilyen emlékeim nekem is voltak katonaság ideje alatt, hogy egyszerűen ivóvizünk épp hogy csak volt, és a legkellemetlenebb dolgok egyike, hogy hosszú időn keresztül nem tud az ember megmosakodni, megfürödni. De van másfajta tisztulás is, a léleknek a tisztulása. És ezért is jó a Szentlélekre ez a hasonlat, hiszen amikor föloldoz bennünket a pap Jézustól kapott hatalmával, akkor azt a Szentlélek teszi. A Szentlélek, aki a bűnbocsánatnál tevékenyen ott van. Vegyétek a Szent Lelket, mondja Jézus Húsvét vasárnapján. Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer. Tehát az a lelki tisztulás, amit a Szentlélek hoz, az hasonlatos ahhoz, hogy tisztára mosunk valamit. Új lappal tudunk kezdeni, és a tisztulásnak a vágya bennünk kell, hogy legyen. Mert nem szabad a bűnben megmaradnunk és megrögződnünk, mert mindig újra kell kezdenünk. De persze vannak, akik azt mondják, hát minek bánja meg a bűneimet, vagy katolikusok szokták mondani, hogy hát fölösleges is meggyónni, hát újra el fogom követni.
Na de hát, hogyha valaki bekosolódik, azért nem hagyja magát, újra, meg újra megtisztítja kezeit, önmagát, és aki azért rendszeresen tisztálkodik, az sosem lesz olyan koszos, mint hogyha valaki sohasem. Tehát a bűnbánat által ugyanígy megtisztulunk, és ez is a Szentléleknek a műve. És talán a legfontosabb feladata a víznek, hogy oltsa az embernek a szomját. Mert víz nélkül még addig sem tudunk élni, mint étel nélkül. És nagyobb kínokat jelent a szomjúság, mint az éjség. És így válik az Isten utáni vágynak a jelképévé. Gyönyörű szép Zsoltár így szól, mint a szarvas kívánkozik a patak vizére, úgy vágyódik utánam a lelkem, utánad a lelkem, Istenem. Hogy az Isten utáni vágyat ébressze föl bennünk mindig a Szentlélek. Mert annyi mindent meg lehet unni. És a mai embernek egyik nagy veszélye az unalom. Azt hinné valaki, hogy de miért? Hát nem annyira színes ez a világ. Hát éppen ezért. Mert nem tud megmaradni valaminél, hanem mindig kell egy olyan inger, ami a küszöböt fölülmúlja. Hát a pedagógiának ma ez a legnagyobb problémája, hogy nem tudja a gyereket lekötni, mert minden pillanatban keresne már valamit. Nem jó neki a János Vitéz, a Toldi, ő nem tud elgondolkodni rajta, mert valami akciót keres minden pillanatban, és egy idő után csömört vált ki az emberben. Hogy annyi mindennel találkozik a színes világ a forgatagával, és egy csömör, egy unott életérzés lesz az állandó lelki jellege. És hogy ez ne legyen, hogy ne unjuk meg, főként az öreg ember, az öregedő ember van úgy, hogy már mindent un, mindenbe belefárad. Nem csak a testi helyzetekben, hogy nem tud sokáig ülni, vagy állni, vagy feküdni, hanem általában minden unottá válik számára. És valami ilyesfajta lesz a lelki csömör is benne, hogy gyakorlatilag már nem vágyódik semmire. Sőt, azt mondja, hogy én még az örök életre sem vágyódom, hagyjanak engem nyugton, elég volt ebből az életből. Az ilyen elárulja azt, hogy igazából nem szeretett senkit. Ha szeretett volna valakit, akkor nem akarná, hogy mindennek vége legyen. És ezért is a Szentlélek egy vágyat kelt bennünk, az Isten utáni vágyat, hogy az soha ki ne oltódjék belőlünk. Mert az a lelki fiatalságnak, a kereszténység dinamizmusának a jele. Még a zsinat idején történt, a zsinat után, akkor minden megváltozott a katolikus templomokban, nem csak a magyar nyelvű szentmise, hanem kifelé fordulva végezték a papok a misét, és sok mindent az idősebbek emlékeznek rá. Óriási gondokat jelentett sok felé. Hát ezt szoktuk meg, hát ez volt, hát hagyjanak bennünket ebben a régiben. Gyónon akkor volt egy szociális otthon, ahol már nem szerzetesként, hanem csak szociális gondozottként voltak az egykori nővérek, feloszlatták őket, de azért ők a maguk módján mindig követték a világ egyháznak az eseményeit. És azzal párhuzamosan, hogy az egyik állomás helyemen hát nagyon nagy ellenkezést váltott ki, hogy modernizáltuk a templomot. Akkor megkérdeztem azt a pátert, aki hát csak így titkon volt ott köztük, hogy mit szólnak ehhez a nővérek,
hogy most mindazt, amit egy életen át megszoktak, most meg kell változtatni. Ő azt mondta, lehet, hogy csak a maga nemében, de ő is idős ember volt. Mi azt szeretnénk adni az Istennek, amit fiatalon adtunk. Úgy szeretnénk lenni most is, azzal a fiatal lelkülettel, mint amikor a szerzetbe léptünk. Hát ez az igazi keresztény életforma, hogy megőrzi az Isten utáni vágyát, a szépség, a jóság, az igazságra való törekvést, és nem lesz életuntá, mert a Szentlélek mindig újra meg újra megfiatalítja. Mert szomjat kelt benne az Istenre. Hát ha ezeket a tulajdonságokat a Szentlélek Úristen rajtatok is gyakorolja, kedves birmálkozók, és mindannyiunkon, akik megbirmálkoztunk, hát az igazi nagy kegyelem, az igazi búcsú itt Zsoltvadkerten, ahol a Szent Lelket különösen is kell, hogy tiszteljük, hiszen ő a védőszentje ennek a templomnak és ennek az egyház közösségének. És itt a Zsoltár szava különös időszerűséget kap minden imádkozásával, és minden búcsúval, minden bérmálással, és tegyük mi is könyörgő szóval, áraszt ki lelkedet, és minden életre kél, és megújítod a föld színét. Amen.